A Kárpátalja drónjai nevű projekt már gyakorlatilag egy hónapja zajlik a térségünkben. Ez alatt az idő alatt a drónkezelők első csoportja már túl van a képzés felén. A tanfolyamot Ungváron az Ukrán Nemzeti Gárda támogatásával a Kárpátaljai IT Cluster valósítja meg. Jól tudjuk, hogy ez a technológiák háborúja. Lehetetlen megnyerni a háborút fejlett technológiák nélkül. És nagyon jó hír, hogy megyénk is részt vesz ezekben a fejlesztésekben, mondta a megyei adminisztráció vezetőhelyettese. A projektben civilek is részt vehetnek, az ő esetükben azonban a részvételhez anyagilag is támogatni kell azt. A katonák számára a részvétel természetesen ingyenes. Ezt a kezdeményezést az ország védelmi képességének támogatása érdekében indította a Kárpátaljai IT-klaszter. Tudtuk meg Stanislav Sikálovtól, a klaszter igazgató tanácsának elnökétől. Na maháimúszod a pomachti-nasim Technikai eszközökkel és szakértelmünkkel igyekszünk segíteni a hadsereget, mivel a kárpátaljai IT Cluster ma olyan technológiai cégek szövetsége, amelyek drónok esetében tudnak és akarnak különböző megoldásokat kínálni, fogalmazott a szakértő. A projekt első és fontos eleme a drónkezelő képzés. A második komponens az FPV drónok helybeli gyártása, ami azt jelenti, hogy a képzésből származó össze pénzt a hadsereg igényeihez szükséges drónok elkészítésére fordítják. Az igényeknek megfelelően különböző típusú drónokat vagyunk képesek gyártani, amelyek feladata megkönnyíteni hadseregünk munkáját, tette hozzá a klaszter elnöke. A kárpátaljai IT klaszter együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Gárdával, amelynek szakértői végzik a klaszter jövőbeli oktatóinak kiképzését. Harci és felderítő drónok használatának, ban harci tapasztalatokkal rendelkező oktatóink adják át tudásukat a jövőbeli civil kiképzőknek. A technikai bázist az informatikai klaszter vásárolta meg. Így együtt lépésről lépésre haladunk előre, jelentette ki az Ezredes. Mint fogalmazott, már most a kezdeti fázisban is vannak eredmények. Képesek vagyunk arra, hogy a drónok harci használatára oktassuk a civileket és a katonákat egyaránt. Vagyis van egy interaktív rendszerünk a drónok gyakorlati használatára, tette hozzá. Az FPV kezelők iskolájában a tényleges képzés három részből áll, és több mint egy hónapig tart. Az első intenzív szakasz az elmélettel kezdődik. Itt először a drón szerkezetét tanulmányozzák. Az csak az a drón, az a résztvevők megismerkednek a drón felépítésével, és szimulátoron gyakorolnak. A második szakaszban nagyjából két héten keresztül kis drónokat irányítanak. Majd végül hét, illetve 10 hüvelykes FPV drónok irányítását sajátítják el, mondta az egyik oktató. A most zajló képzés legfiatalabb résztvevője mindössze 17 éves, míg a legidősebb 42. Hölgyek körében is nagy népszerűségnek örvend a tanfolyam. Sőt, az oktatók között is vannak nők. A korábbi képzések tapasztalatai szerint elmondhatom, hogy a biztos tudást másfél-két hónap alatt lehet elsajátítani. Olyan civilek jelentkezését várjuk, akik számára nem közömbös ukrajna sorsa és egy közösség részévé szeretnének válni, hangsúlyozta az IT Cluster igazgató tanácsának elnöke. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők megtanulják a drónok irányítását, alapjait, illetve begyakorolják a mini drónok beltéri és az FPV drónok kültéri használatát is.